Csiszka Zsolt és Kis Gergely, két sikeres vállalkozó, akik bekerültek a Példakép Alapítvány 50 legsikeresebb fiatal vállalkozója közé. Az alapítvány csütörtökön az egyetem hallgatói oktatói klubjában szervezte meg országjáró roadshowjának első állomását, hogy kitűzött céljukhoz hűen minél szélesebb körben mutassák be hazánk fiatal cégvezetőit. A megjelenteket, a példaképeket dr. Kovács Gábor, oktatási rektor helyettes köszöntötte. A példaképek utat mutatnak számunkra, inspirálnak bennünket, és megmutatják azt, hogy a siker, bár dolgozni kell érte, tulajdonképpen elérhető számunkra, nem valami elérhetetlen, távoli dolog, nem a hollywoodi filmipar terméke, hanem valós, elérhető cél. Hazai sikertörténetekből sosem elég, már csak azért sem, mert így a fiatalok vonzó, elérhető és követhető pályát láthatnak maguk előtt. Nagyon sokan csatlakoztak a kezdeményezésünkhöz, támogatói oldalon is, és vállalkozói oldalon is. Eleve 417-en jelentkeztek tavaly a pályázatunkra. Én azt gondolom, hogy önmagában ez a szám is igazolja azt, hogy nagyon sok példaértékű vállalkozás van az országban, akikről nem tudunk, nem ismerünk. Nem feltétlenül csak a kiugró sikereket kell keresni, az olyan sztorikat, akik már a tengeren túlon is boldogulnak, hanem azokat a hétköznapi, de nagyon erős és szilárd talpakon, lábakon álló sikereket is, amik viszont sokkal közelebb vannak a diákokhoz, sokkal inkább meg tudja őket szólítani, mert közelebb érzik magukhoz. Csiszka Zsolt és Kis Gergely is sokat küzdött azért, hogy álmait megvalósítsa. Nem szabad azonban hirtelen döntéseket hozni. Egy sikeres vállalkozást gondosan meg kell tervezni, és fel kell építeni. Mielőtt az ember vállalkozást alapít, nem árt valami munkatapasztalatot szerezni, vagy megnézni azt, hogy mások hogy csinálják. Győrben ugye ez egy ilyen ipari város, itt nagyon sok lehetőség van nagy cégeknek dolgozni, közvetlenül vagy közvetve, ahol el lehet sajátítani, hogy hogy néz ki egy munkafolyamat, mit jelent a minőségfogalom, mit várnak el egy beszállítótól például, és akkor erre a tudásra ráépítve lehet kilépni a önállóan a vállalkozási piacra. Győrben optimális gazdasági környezet várja a pályakezdő vállalkozó kedvű fiatalokat. Az alpolgármestertől arra is választ kaptunk, hogy mi lehet a siker titka. Kell hozzá egy adott gazdasági környezet, egyfajta szerencse is természetesen, de én nem ebben hiszek. Az én véleményem szerint a befektetett munka és a hozzáadott tudás, ez a kettő, ami a legfontosabb, és éppen ezért tartom fontosnak azt, hogy akár a középiskolák rangsorában, akár az egyetemek rangsorában, a győri középiskolák, illetve egyetemek, hiszen a Nyugat-Magyarországi Egyetem is itt működik, a Széchenyi István Egyetemen túl, rendkívül eredményesek és sikeresek. A csütörtöki rendezvényen megjelent hallgatók közül bizonyára sokan ötletet merítenek a példaképek pályájából. Egy példakép ugyanis olyan motiváló tényező, melyet nem lehet mással pótolni.